Vége van a nyárnak, és hideg szelek járnak, úgyhogy itt az ideje elkezdeni a madarakat etetni. De mikor kell pontosan elkezdeni ezt? Nincsen igazából ennek egy ilyen naptári dátuma, hogy mikor kell törvényszerűen elkezdeni etetni a madarakat. Igazából figyelni kell az időjárást, figyelni kell, hogy mennyire van hideg, hó, és az időjárástól függően október-novembertől azért már érdemes elkezdeni a madaraknak az etetését. Viszont, hogyha elkezdtük már etetni, akkor érdemes tavaszig, március-áprilisig folytatni ezt, mert a madarak számítanak rá. Miből készíthetünk madáretetőt otthon? Szinte bármiből lehet madáretetőt készíteni, akár petpalacból is lehet, sőt, ez az egyik leggyakoribb, mert szinte minden háztartásban ott van, illetve nagyon jó újrahasznosítási alapanyag. El is kezdem kivágni ezt a pinty méretű lyukat. Mivel etessük egyébként a madarakat télen? Az a fontos, hogy olyan dolgokkal tudjuk őket etetni, ami feltuningolja egy kicsit a zsírtartalékukat. Például mindenféle olajos magvakkal, tökmaggal, napraforgó maggal, de gyümölcsökkel, túróval, szalonnával, ezek ne sósak legyenek, mert ebbe bele tudnak pusztulni a madarak, illetve kenyeret se adjunk nekik, ilyen chips, popcorn, tehát ezek természetesen ezek ilyen kerülendő dolgok. Felakasztani viszont azért fontos, hogy a cicák azok ne tudják elérni ezeket a madarakat. Pár perc az egész, ez bárki otthon is meg tudja csinálni. Igen, csak a töltése fontos. Igen, igen, mindig újra kell tölteni. Ha már egyszer elkezdjük, akkor muszáj. Nem csak madáretetőkkel, de madáradókkal is segíthetünk a madaraknak, így a tél közeletével. Most nézzük is meg, hogy Kovács Bálint hogyan készíti a mesébe illő madáradújait. Megfogod ezt, ezt így benyomod, és ha meghúzod a gombot, elkezd paradni, megmutatom, jó? Kicsit hangosan jegyd meg. Ezen a nyáron, nyár elején készítettem el az első házikómat. Az indítatás igazából a testvérem, nővérem volt. Ő kért meg, hogy a balatoni nyaralójukban egy kivágott fűzfának a megmaradt három ágára készítsek madárlakokat. Egy ház elkészítése nagyjából kettő nap. Én foglalkozok a fa megmunkálásával. Édesanyám pedig festi őket. Ez is alkalmas etetésre. Egy madáretető kimondottan etetésre készül. Az egy nyitott, lehet szintén fából készült, szintén akár házikó alakú, viszont az csak etetések, amíg egy madárlak ugye kimondottan arra készül, hogy ebben lakjanak, ebben éljenek, fiókákat neveljenek. Gyerekkorom meséi ihletnek elsősorban. Magamének érzem ezt a stílust. Ez a kicsit manós, nevezzük tündéresnek, kicsit szabálytalan, szándékosan, aránytalan. A tetőléceknek a felhelyezése, mert egy jóval veszélytelenebb művelet. Egészen kiskoromtól kezdve én igen kreatívnak tartom magam. Most amit hirtelen eszembe jut, hogy például 10 évesen egy akkumulátoros fúrógépet kértem karácsonyra. Mindig fúrtam, faragtam, szétszereltem otthon mindent. Rengeteg ötletem van egyébként, amivel eddig nem tudtam mit kezdeni. Most nyílik lehetőségem, hogy ezt a kreativitást, ezt kiéljem, megvalósíthassam az ötletemet.